A 17.-18. század idején Európát a járvány a pest is sújtotta, ezért a lakosság elkezdett Szent Háromság szobrokat építeni a fertőző betegségek elleni védekezésként. Így történt Tolnán is, és a 19. század elején 1823-ban megépült a különböző védőszenteket ábrázoló Szent Háromság szobor, ennek idén pontosan 200 éve. Az emlékművet utoljára 4 évtizeddel ezelőtt újították fel, napjainkra már elég rossz állapotba került. Tavaly Saramó Márta helyi lakos döntött úgy, hogy ismét összefogásra ösztönzi a város lakóit, de mit is értünk az alatt, hogy ismét? Fontos megemlíteni, hogy a szobor közadakozásból épült, és a korábbi rekonstrukciók is ilyen formában valósultak meg. Ennek érdekében Márta létrehozta a Tolnai Szent Háromság szobor felújításáért alapítványt. Mivel nagyon leromlott állapotban van ez a Szent Háromság szobor is itt a városközpontban, ezért döntöttem úgy, hogy egy alapítványt hozok létre a szobor felújítására. Ez tavaly ősszel megtörtént, és mivel közadakozásból épült ez a szobor, ezért döntöttünk úgy, mert hiszen az alapítvány az egy kuratóriumi formában működik, és a kuratórium, én csak a létrehozója vagyok, a kuratórium úgy döntött, hogy most is megpróbáljuk a tolnaiakat, elszármazottakat, hogy közadakozásból finanszírozzák a szobor felújítását. Megkerestünk több vállalkozót, és végül is sikerült kiválasztani, és közben elindult a gyűjtés. Elég nagy propagálást végeztünk annak érdekében, hogy az emberek tudomást szerezzenek arról, hogy most is közadakozásból szeretnénk a szobrot felújítani. Sokan úgy gondolják, hogy mivel egyházi témájú a szobor, Szent Háromságot ábrázolja, ezért az egyház tulajdona. Nem, ez az önkormányzat tulajdona. Megkerestük az önkormányzatot is, mellénk álltak, támogatták, olyannyira, hogy az első jótékonysági koncertüket is az önkormányzat szervezte meg, ami márciusban volt, egy nagyon nagy sikerű jótékonysági koncert volt a helyi fúvózenekar bevonásával, szép bevételünk volt, de közben megkerestük az elszármazottakat, illetve propagációt fejtettünk ki annak érdekében, hogy a lakosok tudomást szerezzenek a gyűjtésről. Jött is szépen az adakozó összeg, az önkormányzat is egy nagyobb összeggel hozzájárult. Ennek köszönhetően pedig a felújításhoz szükséges 15 millió forint 80%-a összegyűlt, a restaurálást végző szakemberek pedig már javában dolgoznak. A munkálatok jó ütemben haladnak, így akár az októberi határidő előtt elkészülhet a szobor. Már régóta nézem, már 10 éve nézem ezt a Szent Háromság szobrot, mert több munkát csináltam már itt Tolnába, és mindig imádkoztam a Jóistenhez, hogy legyen valami lehetőség, hogy felújítani, mert egyszerűen a szívem szakad meg az ilyen szobrok láttán, hogy ennyire rossz állapotban vannak. Homokkőből készült ez a szobor, 200 éve is, nagyon rossz, teljesen szétmálik. Először is az első lépés, hogy fixálni kellett ezt a homokköveket, mert teljesen szétporodtak. Utána magas nyomású mosóval lemostuk óvatosan a szennyeződéseket, utána újra impregnáltuk, és akkor elkezdtük a restaurálást a szobroknak. Lehet látni most a folyamatot, hogy gyakorlatilag milliméterről milliméterre fölkenjük az anyagot, és utána újra csiszoljuk, megint kenjük, újra csiszoljuk, megint kenjük, és akkor végén kap megint egy impregnálást, meg egy színrefestést. Hárman dolgozunk, most be van állványozva, hogy körbe megcsináljuk a szobrokat, és utána meg egy darus autó segítségével, ilyen kosaras autó segítségével fogjuk a felső elemeket meg restaurálni. Lehet látni, hogy az arcuk nincsenek meg a szobroknak, úgyhogy elég kihívás.
még szükség van újabb adományokra, ezért is örömmel vettük a Tolnai Kulturális Központ és könyvtár igazgatónőjének, Tóth Györgyinek a megkeresését, hogy ők szerveznek egy ismételten egy jótékonysági koncertet, tehát nem az alapítvány szervezi, hanem a Kulturális Központ, ahol szintén lesz az adakozásra lehetőség. Ez augusztus 25-én lesz a Tolnai templomban. Egy újabb felajánlás is érkezett, amit szintén nagy örömmel vettünk. Nevezetesen megkeresett egy tolnai vállalkozó, hogy a szobor körülálló, rossz állapotban levő kerítést lefesti. Ennek is nagyon örülünk, ez is meg fog történni a felújítással egyidejűleg. A felújított szobrot ünnepség keretében a püspök atya fogja megáldani, és akkor ezzel teljesült az alapítványi cél. A felújításhoz szükséges összeg tehát 15 millió forint, amelynek nagy része már megvan. Amennyiben az alapítványnak nem sikerül összegyűjteni a fennmaradó 20%-ot, ami nagyjából 3 millió forint, Márta elmondta, hogy egy tolnai vállalkozó felajánlotta, hogy a végszámlából hiányzó összeget kipótolja, tehát a Szentháromság szobor végül mindenképp új pompájában ragyoghat majd a város központjában.